korábban véleményezésre az anyagot. Beláthatatlan károkat okozna a magyar hulladékgazdálkodásnak, ha a nők keresztül vesznek egy elhamarkodott törvényjavaslatot, az Alkotmánybíróság pedig saját gyakorlat alapján nem tehet mást, megsemmisíti azt. Kérem, ne kockáztassanak, nem éri meg. Ez csak egyike volt azok alaki problémáknak, mely miatt a ház nem is lenne szabad, hogy tárgyalja. A KT 43. paragrafus első bekezdése arról szól, hogy a környezetvédelmi törvényjavaslat előkészítője köteles az intézkedés környezetre gyakorolt hatásait vizsgálni és értékelni, és azt vizsgálati elemzésben összefoglalni. A harmadik paragrafus kimondja a környezetvédelme, harmadik bekezdés kimondja, hogy a környezetvédelme összefüggő gazdasági szabályozó eszközök esetében a vizsgálati elemzést minden esetben el kell végezni. A vizsgálati eredményeknek, hogy mire kell kiterjednie, azt a 44. paragrafus tételesen felsorolja F pontig. Tisztelt ház, ezeket ebben a 44. paragrafusban szereplő anyagokat a bizottsági tagok nem kapták meg, nem csak a bizottsági ülésig, de mind a mai napig, és nem csak a bizottsági tagok, hanem a tisztelt ház többi tagja se kapta meg, ha jól tudom. A ház, tehát tisztelt ház nem csak a jogszabálytervezetet, hanem a vizsgálati eredményt is el kellett volna küldeni egyébként véleménynyilvánításra az OKT-nek, és mindezt úgy, hogy az imént is elmondtam, 30 nap álljon rendelkezésére. Az Európai Uniós normákkal kapcsolatosan a kisebbségi véleményt megfogalmazók egyértelműen azt javasolják, hogy egy részletekben menő előzetes konzultációt folytasson a beterjesztő, mivel szerintünk több EU-s normával ellentétes a beterjesztett jogszabály. Ha ezt nem teszik meg, megint csak az a kellemetlen meglepetés érheti a minisztériumot, a beterjesztőt, hogy az új rendszer nem állhat fel, a régi rendszert szétverik, és Magyarország látja kárát ennek a jogszabálynak nem megfelelő, vég nem mondott törvénykezési folyamatnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Némi konzultációban vagyunk, mert Józsa István jelzi, hogy volt gazdasági bizottság kisebbségi vélemény, de akkor kellene legyen gazdasági bizottság többségi vélemény is. Tudja, mit képvisel úr? A gazdasági bizottság kisebbségi álláspontját képviselve. Megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, a nagyvonalúságát. A gazdasági bizottság tegnapi keddi ülésén próbálta tárgyalni ezt a előterjesztést, és én most a kisebbségi véleményt ismertetve annak elsősorban a gazdasági vetületeire szeretnék koncentrálni. A előterjesztő Sebestyén László képviselő úr szóbeli bevezetőjének egy nagyon igaz mondata volt, hogy ezt valakinek meg kell fizetni. Én attól tartok, hogy ez a valaki, mindannyian leszünk, tehát a fogyasztók. Ez, amit ilyen-olyan megközelítésben szerepel, összességében első lépésben is átlagosan egy 50% különadót jelent a fogyasztók számára. Ezt mint természetesen azzal együtt, hogy a Fidesz megszorítást nem hajt végre véletlenül se, de ez azért át fog csurogni az árakba. És amit mondott képviselő úr munkahelyteremtő lehetőségként, az félő, hogy együtt fog járni munkahelyek csökkentésével, mert ez az előterjesztés igazából csak egy átrendezést tartalmaz az adók, mert azért valljuk be, ez azért termékdíjnak van mondva, de ez valójában adó, jelentős növelésével. Arra én most nem nagyon akarok kitérni, amit Olá Lajos képviselőtársam elmondott, hogy a előterjesztés tételesen sérti a környezetvédelmi törvényt, mert ez a szöveg sosem járt a környezetvédelmi tanács előtt. A hatásvizsgálatot nekem személyesen megígérték az előterjesztők, tehát én ezt bízom benne, hogy hamarosan meg fogom kapni. Ugyanakkor azzal együtt, hogy államtitkár úr említette, hogy ez kísértetiesen hasonló a dán rendszerre, és Dániában tényleg nagyon jól működik a hulladékgazdálkodás, azért nyugodtabbak lennénk, hogyha egy uniós egyeztetési elfogadtatási legalább előzetes eljáráson átesett volna ez az előterjesztés. Érdekes, hogy maga a szaktárca, noha államtitkár úr szerint ez már szeptember óta kész ez a szöveg,
nem vállalja föl ezt a előterjesztést. Igaz, hogy akkor kellene tárcaközi egyeztetéseket lefolytatni, akkor a különböző szakterületek véleményét hivatalból meg kellene ismerni, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen folysúlyú törvénynél sokkal megnyugtatóbb lenne, hogyha az önök által polgárinak nevezett Orbán kormány, amelyik egy konzervatív, megszorító politikát valósít meg, ezt a törvényt azért a felelősen a nevére írná, és vállalna azt a későbbi felelősséget, ami mondjuk az uniós egyeztetésekkel előadódhat. Én nem akarok utalni arra, amit igazából a gazdasági bizottság ülésén csak hogy kérdésként merült fel, hogy szakmai körökben már hetek óta vannak bizonyos elképzelések arról, hogy kié lesz bizonyos pár 10 milliárdos szelet ebből a környezetvédelmi hulladékgazdálkodási területről, mondjuk a gumi és akkumulátor hasznosítás területén, de ezek csak vélelmek. Az viszont ténykérdés, hogy ezt a törvényt ugyan a parlament hozza, de a konyhakész szöveget valakik valahol gondosan behangolták, ami kevéssé ismert, és nem illeszkedik a parlamenti törvényhozásnak a demokratikus szabályai közé. Úgyhogy én a kisebbségi véleményt ott is megfogalmaztam, hogy ilyen fajsúlyú 50-100 milliárdos nagyságrendű tételeket érintő törvényjavaslatot hatásvizsgálattal, gondos elemzéssel és a jogalkotási törvény szabályos menete szerint célszerű meghozni. Ez az 50%-os különadó nehezen viseli el a magyar piac, és módosító indítványt szeretnénk beadni a hazai kis- és középvállalkozások védelme érdekében. Köszönöm a figyelmet. Nem látok több bizottsági jelzést, úgyhogy most 2 perces hozzászólással folytatjuk. Horváth András Tibor, MSZP. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. 2 napirend ezelőtt tárgyaltuk a sporttörvény módosítását, ahol a parlamenti képviselők egyetértettek abban, hogy a sportot és a azt körülvező környezetet támogatni kell, és ezért is terjesztette be Bánk Erik, a sportbizottság elnöke és képviselőtársai azt a törvénymódosítást. De hogy ennek még köze is van ehhez a mostani előterjesztéshez annyi, hogy én azt gondolom, hogy a sportfelszerelések, amik ebben a törvénytervezetben termékdíjjal sújtottak, erre módosító indítványt adtunk be, hogyha lehetséges, akkor ezt vegyék ki a termékdíjjal sújtott árucikkek közül, mert én úgy gondolom, hogy ha segíteni akarjuk azt, hogy az emberek minél többet sportoljanak, diák és gyereksportba részt vegyenek, akkor javasolnánk, hogy ezt nincs benne, de a tételes felsorolásnál 30 forint per kilóval szerepel. Köszönöm. Vastapsot követően Fideszes hozzászólás, mit Csaba képviselő úr? 15 perc. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Képviselő úr, Sebestyén képviselő úr expozéjában nagyon jól és szemléletesen bemutatta a helyzetet, amely jelen pillanatban a termékdíj szabályozását illeti. Tulajdonképpen a szekér hasonlatával, ami azt mondta, hogy tulajdonképpen a kocsis a lovak közé dobta a gyeplőt. Ma ez történik. Az államnak nincs megfelelő eszköze abban a tekintetben, hogy a vállalt kötelezettségeit, amit Európai Uniós csatlakozásunkkal vállaltunk, teljesíteni tudjuk,
és látható az, hogy a piac szabályozása nem képes arra, hogy ezeket a teljesítményeket, vállalásokat mi együtt teljesíteni tudjuk. Ennek komoly pénzügyi következményei lehetnek az országra nézve, ezért szükséges és mindenképpen fontos az, hogy ez a törvényjavaslat ide a ház elé került. Én köszönöm képviselő úrnak, hogy felvállalta azt, hogy egy ilyen fontos törvénynek az előterjesztője lesz. Amit hozzá kell tenni, hogy a törvényjavaslatnál én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy milyen módon kerül a tisztelt ház elé, de a legfontosabb az az, hogy szolgálja-e a környezetvédelem, szolgálja-e Magyarország fejlesztésének az igényét. Előre mutató törvényjavaslatról van-e szó, és utána következnek csak azok a kérdések, hogy a kormány vagy egy egyéni képviselői indítvány formájában történt a benyújtás. Én azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat szolgálja a környezetvédelemnek az ügyét, szolgálja azt, hogy Magyarország egy rossz helyzetben lévő ágazatban rendet tegyen, és átlátható viszonyokat teremtsen. Mert ma a különböző közreműködő szervezetek működése egyáltalán nem teremt átlátható viszonyokat, nem szolgálja azt, hogy azok a forintok, amelyeket a termékdíjak van, a termékek árában megfizetünk, azok megfelelőképpen hasznosuljanak és szolgálják a termékeknek az újrahasznosítását, újrahasználatát. Ezért szükséges ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása. Ami pedig képviselőtársam pluszadóra és a kisvállalkozások megvédésére vonatkozó javaslatát érti, ezt azt gondolom, hogy el kell néznünk képviselő úrnak, hogy ezen a területen nem járatos, és csak nagyon röviden tájékozódik. Ezek a célok pont azt szolgálják, hogy olyan termékek irányába vigyük a lakosságot, amelyeknek minél kisebb a termékdíj hányada, és ezeknek az értékesítését és gyártását támogassuk. Én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem a lakosság, hanem azoknak a gyártóknak a zsebéből vesz ki forintokat, akik most a jelenlegi szabályozásnak a kijátszását használták ki, mentességekkel, különböző saját alapítású, közreműködő szervezeteknek a létrehozásával. De hogy konkrétan a javaslatra térjek, a termékdíjjal kapcsolatos szabályozás alapja a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995 évi 53. törvény, amely kimondja, hogy a környezetet vagy annak valamely elemét a felhasználás során vagy azt követően különösen terhető, illetve veszélyeztető egyes termékek előállítását, behozatalát, forgalmazását egyszeri termékdíj fizetés kötelezettség terheli. A termékdíj köteles termékek köre nem változik az új törvényben sem. A termékdíjat továbbra is az akkumulátor, a csomagolás, az egyéb kőolajtermékek, az elektromos és elektronikai berendezések, a gumiabroncs és reklámhordozó papír után kell megfizetni. Ami új lesz, az a termékdíj megfizetésének a rendszere, az adminisztráció csökkentése, a termékdíj mentesség és termékdíj kedvezmény megszüntetése, valamint a hulladék hasznosítás hatékonyabb ösztönzése. A kötelezettek továbbra is választhatják az egyéni teljesítés vagy a kollektív teljesítés között. A kollektív teljesítés esetében azonban megszűnnek a koordináló szervezetek, és ezzel meg fog szűnni a visszaélések rendszere is. Nem tartható fenn ugyanis egy olyan rendszer, amely a társadalom érdekeit nem tartja szem előtt, nincs helye a magánérdekeltségeknek a közvetítő szervezetek között. Meggyőződésünk, hogy csak egy erős állami kézben tartott közvetítő szervezet tudja teljesíteni azokat a célokat, amelyeket az Unió elvár tőlünk. Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben nem teljesítjük az uniós elvárásokat, akkor komoly anyagi szankciókkal kell szembenéznünk, az pedig megengedhetetlen, hogy egy rosszul működő közvetítői rendszer hibája miatt egyes érdekkörök anyagi érdekei miatt az adófizeték fizessék meg a büntetést az Európai Unió felé. Ennek az állami kézbevételnek a nagyon fontos eleme a hulladékgazdálkodási szervezet struktúrájának az átalakítása. A termékdíjbizottság állásfoglalásaival, javaslataival, ajánlásaival segíti a hulladékhasznosítási stratégiák alakítását, ajánlásokat fogalmazhat meg a hulladékhasznosítási arányok meghatározására, a hulladékhasznosítási ipar támogatásának mértékére, a hulladékhasznosítási ipar megoldásaira, a potenciálisan elérhető hasznosítási eljárások társadalmi hasznosságon alapuló sorrendjére. Az országos hulladékgazdálkodási
gazdálkodási ügynökség felállításával egy kézbe kerülhet a hulladékkezelés koordinálása. A hulladékkezelés végre megfelelő ellenőrzést fog kapni, az államnak rálátása lesz a folyamatokra, és így mindenki számára átható lesz a hulladékgazdálkodás. Nagyon fontosnak tartom, hogy a termékdíjat kizárólag a hulladékhasznosítási célokra lehet majd fordítani. A környezeti nevelésre, lakossági tudatformálásra a korábbi 5% helyett 7%-et kell majd fordítani az Országos Hulladékkezelési Ügynökséghez befolyó termékdíjból, ami mindenképpen hozzá fog járulni a szelektív gyűjtés népszerűsítéséhez. A törvényjavaslatban több az adminisztráció terheket csökkentő rendelkezés található. Az adminisztrációs terheket csökkentő rendelkezés, hogy a csekély és a kis mennyiségű csomagolás forgalomba hozók, vagy saját célú felhasználók kötelezettek éves általány termékdíjat fizetnek, a bejelentés, bevallás pedig egyszerű bejelentő lapon tehetik meg. Az évi egyszeri díj megfizetése mellett egyszerűbb és olcsóbb, mint a hatalmas adminisztrációs terheket az általános szabályok szerint megfizetni a termékdíjat. Azt gondolom, hogy a szabályozás, amelyet képviselő úr beterjesztett, szolgálja azt, hogy az ország tudja teljesíteni az Európai Unió felé tett vállalásait, és egy korszerű hulladékipar alakuljon ki Magyarországon, amely abba az irányba hat, amit államtitkár úr is ismertetett, hogy ne a lerakás legyen a hulladék hasznosításnak a módja, hanem az anyagában történő hasznosítás, az újrahasználat kapjon prioritást, ehhez szükséges az állam hatékony szerepvállalása, és lehetőség szerint ez a termékdíj javaslat illeszkedni fog abba a koncepcióba, amit a minisztérium kidolgoz, és amely a hulladékgazdálkodási törvény formájában az Európai Uniós irányelvek figyelembe vételével szeptemberben tisztelt ház elé kerülhet. Én ezért kérem képviselőtársaimat ismételten, hogy konstruktív javaslataikkal, amelyet már számosat olvashatunk a benyújtott indítványok között, járuljanak hozzá a törvény elfogadásához, és a vitában is a megoldásokat keressük. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök. Kormánypárti után ellenzéki hozzászóló, Olán Lajos képviselő, MSZP. Köszönöm szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr, tisztelt előterjesztő. Az előttünk fekvő törvényjavaslat a hulladékgazdálkodás nagy egységének egy szelete. Ha az ember a jövőnek próbál készíteni egy törvényjavaslatot, az egészből a rész irányába halad. Persze csak akkor, abban az esetben, ha a célja egy működőképes rendszer létrehozása. Most ez a termékdíj törvény valahol itt lebeg előttünk, úgy kell róla beszélnünk, hogy nem tudjuk, hogy a kormány mit gondol a hulladékgazdálkodás egészéről. Talán célszerű lett volna, ha nem előzi meg a második országos hulladékgazdálkodási terv elfogadását, melynek ugye feladata, hogy bemutassa a magyarországi hulladékgazdálkodás folyamatait az elmúlt időszakban, elemezze azokat, és ez alapján meghatározza a jövőbeni feladatokat, kitűzze a célokat, meghatározza az ehhez szükséges eszközöket. Hát egy menetrendet állítson fel, és hát látni kell az egésznek a finanszírozási oldalát is. Jó lett volna, a hulladékgazdálkodási törvénnyel és annak végrehajtási rendeleteivel egyszerre tudnánk áttekinteni a termékdíj törvényt, nem ez történt, egyfajta kapkodás zajlik. Az FFB kisebbségi vélemények keretében már ismertettem önökkel, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat súlyos alaki problémákkal küzd, nem felel meg a jogszabályban előírt kritériumoknak, amelyek vonatkoznak a környezetvédelmi tárgyú törvényekre. Nem szeretnék most újból arról beszélni, hogy miért egyéni képviselőindítványként került az asztalunkra ez a javaslat. Beszéltem róla korábban. Azt viszont nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy környezetvédelmének általános szabályra szóló törvénnyel ellentétes módon nem került megküldésre a tervezet és a vizsgálati elemzés az Országos Környezetvédelmi Tanács részére. Az nem az előterjesztő mérlegelésén múlik, hogy meg akarják küldeni, avagy sem. Tisztelt képviselő úr, ahogy mondtam, a tegnapi nap folyamán felhívtam több tagot a Környezetvédelmi Tanácsból, akik egyértelműen jelezték, hogy jogszabálynak megfelelő módon nem érkezett meg hozzájuk ez az anyag. Talán ön előtt is ismert az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatos nagyon határozott véleménye, amelyet számos alkotmánybírósági határozatban is megerősített, miszerint az OKT-nak 30 napos határidővel történő véleményezésre megküldése, elmulasztása a jogszabály alkotmány ellenességét vonja maga után. Tisztelt képviselő úr, az lenne a tisztességes jogkövető magatartás, ha ön ezt a jogszabályt most visszavonná, és a jogszabályoknak megfelelően elindítaná újbóli beterjesztését. Persze még tisztességesebb lenne, ha ezt a minisztérium tenné meg.
Tisztelt képviselő úr, önnek kötelessége lett volna elkészíteni vizsgálati elemzést, amely a törvényjavaslat környezetre gyakorolt hatásait vizsgálná. Ezt a javaslatot se az FFB tagjai, se a parlamenti képviselők nem kapták meg, és az OKT-nak se küldte meg. Önnek egy paragrafus elejéig azt írják, több Európai Unió által előírt jogi aktus alapján az előzetes bejelentések megtörténtek. Nagyon megköszönném, ha válaszolna arra, hogy mikor és hogyan tett eleget az előterjesztő az uniós normákban előírt kötelezettségének, kapott és amennyiben igen, mikor erről visszajelzést. Tisztelt képviselő úr! Magyar Szocialista Pártnak meggyőződés, hogy ez a jogszabály számos pontban nem illeszkedik az Európai Unió szabályozási elveihez és a tagországok általános gyakorlatához. Az érintett irányelvek közös alapelve a gyártói felelősség elve, vagyis a gyártói felelősséget azért vezette be az Unió, mert a gyártó az, amely a legnagyobb befolyással tud arra lenni, hogy a termékéből keletkező hulladék minél inkább hasznosuljon. A gyártói felelősség esetében az Unió nagyon egyértelműen lehetőséget biztosít arra, hogy önállóan, illetve közösen, ismétlem, közösen is kialakíthassanak olyan rendszereket, amelyek elősegítik a hulladékok hasznosítását. Hadd idézek az egyik irányelv 7. cikkéből. A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók, illetve a nevükben eljáró harmadik felek a közösségi jogszabályoknak megfelelően külön-külön vagy együttesen olyan rendszereket alakítsanak ki, amelyek biztosítják az 5. cikknek megfelelő szelektíven összegyűjtött elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítását. Tisztelt előterjesztő, felhívom az együttesen szóra ismételten a figyelmét. Azt gondolom, hogy a fenti mondatból teljesen egyértelműen következik, hogy az önkéntes közös rendszerek felállításának lehetőségét a tagállamok jogszerűen nem zárhatják ki, még ha ilyen vakmerő előterjesztési javaslat is van az asztalon. Ez alapján ismét tisztelettel kérem önt, hogy mindaddig, amíg az Európai Unióval az egyeztetéseket nem fejezi be a törvény tárgyalását, ideális esetben vonja vissza, de legalább függessze fel. Tisztelt képviselő úr! Az ön által beterjesztett törvényjavaslat továbbra is a termékdíjról szól, holott ennek már semmi köze a termékdíjhoz, hiszen annak lényege, hogy minél kevesebb kerüljön befizetésre, ellentétben azzal, amit ön mond, hogy minél több kerüljön befizetésre. Ez pedig azáltal érhető el, ugye, hogy aktívan részt vesz a terméke hulladékának begyűjtésében, kezelésében és természetesen ezek finanszírozásában. A termékadó, melyet viszont ön kíván szabályozni, mert ez nem más, mint egy adó, a termékdíjjal szemben passzívá teszi a kötelezetteket, nem ösztönöz a hulladékgazdálkodási szempontok érvényesítésére. Az EU 27 országából 26-ban a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere szerint működik a hulladék gyűjtése. A kibocsátók és a gyűjtő cégek között koordináló szervezetek tartják a kapcsolatot. Államtitkár úr a dán példát hozta fel, csak azt felejtjük el ilyenkor elmondani, hogy Dániában a szemét égetőkre épülő rendszer működteti, ez az egésznek a motorja igazából. Tisztelt előterjesztő! Tudja-e ön, hogy az OKT 2010.07.13-án közített állásfoglalásában és a koordináló szervezetek szerepének megerősítését javasolja, ezáltal is erőteljesebbé téve a gyártói felelősséget? Ugye a tisztelt előterjesztő azt is tudja, hogy ezzel az előterjesztésével munkahelyek tízezreit veszélyezteti. Nem csak a koordináló szervezeteknél, hanem a gyűjtési, hasznosítási szervezeteknél is elbocsátásokat hozhat az önök hazai és európai normákkal ellentétes koncepciója. Önök az ászlóra azt tűzik ki, hogy csökkentik a törvény által okozott adminisztrációt. Tisztelettel kérem önöket, hogy ne vezessük félre az embereket. A kötelezettek köre a jelenlegi 40 ezerről akár 100 ezerre is megnövekedhet. Ez az önök állításával ellentétben azt jelzi, hogy a kisvállalkozások adminisztrációs terhe nem csökken, hanem nő. A tervezet nagyvonalú az általánydíjas kötelezetti körre. Meggyőződésem, hogy ezt a kört csak azok potenciális száma és kibocsátási mennyiség pontos ismeretében lehet meghatározni. Ha ez fordítva történik, az veszélyezteti a hulladékgazdálkodás által kitűzött célokat, finanszírozási problémához vezethet. Talán nem véletlen, hogy több országgyűlési képviselőben kérdésként merül fel. A kiinduló pont is, miszerint a tervezetben szereplő anyagáramonkénti visszagyűjtési arányok biztosítják az Európai Unió által felénk előírt visszagyűjtési kötelezettség teljesítését. Amennyiben az OHÜT,
az egész rendszer központjának tesszük, akkor tegyük bele teljesen konkrétan, hogy az OHÜ köteles gondoskodni arról, hogy az ország teljesítse az uniós hasznosítási kötelezettséget. Ezért felelős természetesen az OHÜ jövendőbeli vezetése, a politikai felelősséget pedig a minisztérium vezetése kell, hogy viselje. Önök csaliként bedobták a termékdíj bizottságot, és hát erről nagy büszkén beszéltek itt is. Csak egyet felejtettek el. Nem határozzák meg, hogy ennek a bizottságnak az ajánlásait kinek és milyen módon kell figyelembe venni. Konkrétabban semmilyen utalás nem található arra, hogy a bizottság véleményét figyelembe veszi az OHÜ például az országos gyűjtés és hasznosítási terv elkészítése során. Arról már talán beszélni is felesleges, hogy az OHÜ szeptember 1-jével alakul meg, és szeptember 15-ig az OGHT-t kell, hogy készítsen, ezt a miniszternek jóvá kell hagynia, majd szeptember 30-ig erre alapozva az OHÜ-nek pályázatot kell kérnie. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Hogy a mindenki számára világos, hogy ez az ütemezés egy groteszk paródia része. De ha már a pályázatoknál tartunk, két megjegyzést engedjenek meg. Az eddigi koordinálók által kezelt pénzek nagyságrendje, azáltal, hogy az OHÜ ezt központosítja, eléri a nyílt közbeszerzés határát, amely egyértelműen maga után fogja vonni a külföldi, EU-s nagyszereplők megjelenését is a hazai hulladékgazdálkodási szektorban. Ez pont ellentétes azzal, amit önök hangoztatnak a hazai kis- és középvállalkozások megsegítése témájában. Persze, önök ide is beépítettek egy szokásos barbatrükköt. Meg tudja nekem mondani az bárki, hogy miért kívánnak mentesülni a nyílt közbeszerzési eljárás alól? Mi indokolja a közbeszerzés lebonyolításának rendkívüli sürgősségét? Mi indokolja a nyilvánosság kizárásával közzététel nélkül kölcsön az állam 10 milliárdot az OHÜ működtetésre az adófizetők pénzéből? Ne talán ezért nem került beterjesztésre ilyen sokáig egyébként ez a törvényjavaslat, hogy így meg tudják kerülni a közbeszerzési eljárást? Ez ellenőrizhetetlen pénzfelhasználáshoz vezethet, amely ellentétes a kormány deklarált szándékaival. Ehhez kapcsolódó probléma, hogy önök egyéves pályázati rendszerekben gondolkoznak. Ez lehetetlenné teszi a hazai KKV-k hosszú távú gondolkodását, beruházását, kiszámítható stratégia készítését és az innovációt ebben a szektorban. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr, tisztelt előterjesztő! Nagyon sokáig folytathatnánk még az előterjesztés hibáinak felsorolását. Beszélhetnénk arról, hogy például a száraz elemeket miért nem veszi a hatály alá. Beszélhetnénk arról, hogy az egyéni kötelezettek számára miért ír elő olyan feltételeket, amelyek egyértelműen ellentétesek az EU versenysemlegessége alapelveivel. Államtitkár úr büszkén mondta, hogy lehetővé teszi az egyéni kötelezetteknek a teljesítést. Csak hát ugye olyan szabályokba teszik be ezt az egész mechanizmust, amely azt gondolom, hogy a versenysemlegességet nem biztosítja a piac többi szereplőjével, akár az OHÜ-vel kapcsolatosan is. Tisztelt ház! A Magyar Szocialista Párt álláspontját sajnos nagyon röviden össze lehet foglalni ezzel a javaslattal kapcsolatosan. Ez a javaslat ellentétes a magyar jogszabályokkal, ellentétes több EU-s jogszabállyal, nem illeszkedik a hulladékgazdálkodás egészébe, munkahelyeket szüntet meg, drágítja a vállalkozások adminisztrációját, nem járul hozzá ahhoz, hogy kevesebb hulladék keletkezzen, nem segíti elő a hulladékhasznosítást, megszünteti a gyártói felelősséget, nem lesz képes teljesíteni az EU által elvárt visszagyűjtési arányokat, továbbá árdrágulást fog okozni több terméknél. Sújtja a hazai feldolgozóipart, átláthatatlan működési mechanizmusokat tartalmaz, kibújik a közbeszerzés normális menete alól. Ez a törvényjavaslat megint arról szól, hogy önök ki akarták kerülni a civilekkel, az érintett szervezetekkel az egyeztetési mechanizmusokat. Ezért sajnálatos módon egyéni képviselő indítványként nyújtották ezt be. Tisztelt előterjesztő! Azt kérem öntől, hogy a törvényjavaslatát vonja vissza, inkább ön tegye ezt meg, hogy ne kelljen az Alkotmánybíróságnak megsemmisíteni, ne az EU mondja ki, hogy ellentétes normáival. Tisztelt képviselőtársaim! Amennyiben ez nem történik meg, arra kérem önöket, ne szavazzák meg ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Nagy örömmel biztosítottam lehetőséget, mint ahogy megyünk most tovább a KDNP-s képviselőtársunkhoz, Stágel Bence képviselő úr hozzászólásához. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Amint azt a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat előterjesztőjétől hallhattuk, a javaslat célja egy új szabályozó rendszer kereteinek meghatározása, ezen keresztül az iparág tevékenységének teljes megújítása,
a többször felhasználható termékek szélesebb körű elterjedésének előmozdítása, valamint a hulladék hasznosítás mértékének jelentős megnövelése.